It is a thriving local economy, and we find, uh, there are many opportunities for Dutch business, both trade and investment. Gazdaság és kulturális együttműködések lehetőségével látogatott Székesférvárra kedden a Holland Királyság Magyarországi Nagykövete, aki egy rövid városnézést követően egy üzleti fórumon is részt vett. Négy kiemelt szektor lesz, amire fókuszálunk délután ezen a fórumon. Az első a mezőgazdaság, a második az újrahasznosítás, a harmadik a mobilitás és az okos logisztika, a negyedik témakör pedig az élettudományok és az egészségügy lesz. Egy együttműködés lehetősége azonban már a fórum előtt megszületett, hiszen fehérváriak is részt vesznek majd azon a tanulmányúton, melynek a holland kerékpáros infrastruktúra lesz a témája. Így nem elképzelhetetlen a sem, hogy holland mintára történnek majd a városban a jövőbeli fejlesztések. Érdemes tanulni, a jobbtól soha nem szégyen ebben a tekintetben Hollandia előttünk jár, ezt pontosan tudjuk, de látszik azt is, hogy a kerékpáros közlekedés Fehérváron is nő, és aztra is főhívták a figyelmet, hogy az elér egyes szinteket, ebben kapcsolatban is előjönnek problémák, amiket viszont pont az ő tapasztalataik nyomán mi szemben velük elkerülhetünk. Úgyhogy szerintem egy nagyon izgalmas együttműködési lehetőség. A nagykövet az Alba Básta Család és Gyermekjóléti Központban is tett látogatást kedden, mint mondta, nagyon megható volt azt látni, mennyi segítő szándék van jelen Székesfehérváron, és milyen professzionálisan kezelik helyben a kialakult helyzetet.